Köszöntésekkel kezdődött a mai testületi ülés. Egy korábbi életmentésért mondott köszönetet a testület Katona Ferencnek. Széchenyinél Lengyel Juditot, a Széchenyi úti óvoda vezetőjét pedig abból az alkalomból köszöntötték, hogy nemrégiben Brunswick Teréz díjat vehetett át. 20 millió forint visszatérítendő támogatást kért és kapott a ceglédi kézilabda klub a várostól. A klub azért kérte a kölcsönt, mert a 2016-2017-es bajnoki évadhoz benyújtott TAO pályázatuk a jóváhagyási eljárás során 67 millió forinttal csökkent. Emiatt szinte lehetetlenné vált a bajnoki év befejezése és a következő bajnoki szezon indításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. A 20 millió forintot még idén visszafizetik a városnak. Több mint 2 millió forinttal kevesebbre van szüksége a ceglédi városfejlesztési Kft.-nek, mint amennyit korábban feladatellátásra, támogatásra meghatároztak. Az összeget az önkormányzat az általános tartalékba helyezi. Arról is határoztak a képviselők, hogy a korábban megállapított és elfogadott majd 32 millió forintos az önkormányzati intézmények karbantartására elkülönített keretet hogyan osztják fel. Három óvoda több mint 24 millió forintot, a bölcsődei és védőnői igazgatóság pedig több mint 5 millió forintot fordíthat felújítás. Téma volt a fizetőparkolói hálózat is. A testület támogatta, hogy a Múzeum utcával és a Rákóczi út, Szabadság tér és Teleki utca közötti szakaszával bővüljön a fizetőparkolók köre. Ám egyúttal azt is támogatta, hogy ezzel együtt megszűnjön a parkolási díj a szombati napokon. De pontosították a 70 év felettiek díjmentességének feltételeit is. Az kaphat mentességet, aki Cegléden állandó bejelentett lakóhellyel, valamint érvényes jogosítvánnyal rendelkezik. A változások szeptember 1-én lépnek hatályba. Zárt kert revitalizációra nyújt be egyedi támogatási kérelmet a város. A 100%-ban támogatott program eredményes elbírálása után az önkormányzati tulajdonú zárkerteket újítanák fel és vonnák be termelésbe. De létesülhetne egy olyan kert is, amely dr. Nyújtó Ferenc ceglédi gyümölcsnemesítő emlékét őrizné. Elvi hozzájárulását adta ma ahhoz a testület, hogy a ceglédi tankerületi központ a volt Ady Endre utcai óvodában autizmussal élők számára alakítsanak ki központot. Elkezdődött 4 önkormányzati intézmény energetikai felújítása. A munkák során azonban a pályázatban támogatott műszaki tartalmon felül felmerülhetnek olyan munkálatok, amelyek elvégzése nélkülözhetetlen. A testület mai ülésén a korábban pályázaton nyert forrás mellé további 40 millió forintot biztosított ezekre a munkálatokra.